Major Jenő polgármester a patkák és a házok előtti zöld területek rendbetételére kéri a beledieket. A városvezetője felhívta a figyelmet, az újtelepi utcákba idén 50 tonna zuzalékot szállítottak ki. A patkák rendszeres karbantartása megvédi az utakat. És nagyon sokszor elhangzott már, hogy a lakó, illetve a belterületi utcáinkban mindenkinek a ház előtt a belterületet az út koronájáig köteles rendben tartani. Ez kiemelten nyilván nem az útestre gondolok, nem az aszfaltra gondolok, hanem a zöld területre, ami most nem is annyira érdekes, az csak szezonban érdekes, és az nagyjából már megy is nekünk, mert mindenki használja a fűnyírót. Egy kis szépségkívály van ennek a fűnyírós történetnek, hogy mindenki betemette az árkot, amiért szintén szoktam reklamálni, meg hát ezt nyilván nem engedjük meg, mert hogy akkor az útnak megássuk a sírját, hogyha az árkot betemetjük, hanem amire most még fel akarom hívni a figyelmet, hogy a patkarendezés. És hiába papolok erről már, bocsánat, kifejezésért 5 éve, nem nagyon megy, tisztelt a kivételnek, de tényleg egy kezemmel meg tudom számolni, vagy a 2-4 talán, amelyet én látok, hogy ki az, aki rendezi. És nem véletlenül mondom ezt, mert hogyha rendszeresen, minden héten, vagy akár 2 hetente valaki kiballag és 5 percbe kerül, és a patkát mind a két oldalt, de akár csak az ő felüli oldalát visszahúzza, és most ezt azért mondom el, mert az újtelepi utcákban, aki járt arra, az látja, hogy most pótoltuk azokat azt az anyagot, konkrétan a zuzalékot, ami ugye egy idő után egyébként lesodródik, de ha rendszeresen visszahúzzuk, akkor sokkal tovább megáll a helyén, és sokkal tovább biztosítja azt a funkciót, amire való. Tehát erre kérném a lakosságot, azokban az út mindenhol kérném, de azokban az utcában különösen, ahol most újólag csináltunk feltöltést, hogy tényleg gerevézzük oda minden héten vagy 2 hetente, 5 perc nem nagy munka, és azt gondolom, hogy akkor mindannyian jobban fogjuk érezni magunkat. Természetesen ezt a dolgot még folytatjuk, jelen pillanatban elfogyott az anyag, de a még hátralévő utcákban is igyekszünk pótolni a lesüllyedt patka részeket, meg minden olyan részt, amit, tehát mi rajta vagyunk ezen, de az önkormányzat hiába dolgozik, hogyha a lakosság ezt a minimális fáradtságot se veszi, mert az, hogy nincs az udvarában egy lapát kavics, vagy olyan, amit a kialakult lyukba beletegyen, azt se hiszem el, de jó. De ha már odavittük, akkor arra kérem, hogy azt becsülje meg, és próbálja adott esetben néha visszahúzni és rendezni. Bocsánat, hogy ezt kicsit nyújtottam az időt, de azt hiszem, hogy fontos erről beszélni, és én kérem a képviselőtársaimat is, hogy ezt papolja mindenki, ne csak itt most én a tévé előtt mondtam el, hanem az utcán járva is. Ez egyébként kötelessége a lakosságnak, jól mondom, ugye? Jó? Igen, az út kötelessége, tehát ugyan már tudják a jogaikat, tartják a markukat időzőjelbe, hogy szolgáltassunk mi, mint önkormányzat, ez se jó, az se jó, de az ő kötelességet is kell hogy figyelembe vegyék, és meglássák, és tegyék a dolgokat e tekintetben. Tényleg nem nagy dologról van szó. Jó, köszönöm szépen, akkor ez kijött belőlem. Akkor lehet, van-e még valami? Ha nincs, akkor köszönöm szépen a figyelmet, a konstruktív együttműködést, és mindenkinek a mai napra is további szép napot kívánok. Köszönöm szépen.